Négy helyszínen rendeznek civil fórumot augusztus utolsó hetén Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az eseményeken a civil szervezetek képviselői kerekasztal beszélgetéseket folytathatnak a kormányzati szereplőkkel. Az első nyitó rendezvénynek a Vármegyeháza adott otthont. Nekünk az erkölcsi támogatás az alapvetés. De emellett természetesen amennyiben lehetőségeink vannak, akár saját erőből, akár különböző pályázati forrásokból, mindig ott vannak a civil szervezetek, azon a polcon, a legmagasabb polcon, ahol a támogatásokat akár rajtunk keresztül is meg tudják kapni. Kis András úgy fogalmazott, a civil szervezetek egy társadalmi közösségi hálót alkotnak, amelyek révén a különböző korosztályokat segítik. A mai megbeszélés fő célja, hogy átbeszéljük azt, hogy mit sikerült az elmúlt időszakokban megvalósítani, és hogy mi a jövő, milyen jövőképpen rendelkeznek, és ezt kormányzati, megyei civil közösségi szolgáltató központi szinten, amivel tudjuk támogatni. Egyben azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel indítjuk az őszi évadot, és a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei civil közösségi szolgáltató központ nagyon sok programmal fog melléjük állni, például a civil véradást már szeptemberben meg fogjuk szervezni, és még számos programot fogunk a civilekkel közösen, a helyi közösségeket megszervezni. Ez mondhatni azt, hogy egy őszi évad indító megbeszélés kerekasztal. A miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztályának főosztályvezetője azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Berek civiljei kiemelkedő támogatásban részesülnek országos viszonylatban. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásai tekintetében a 19 vármegyek közül a második helyen van az elnyert támogatások összege szempontjában, egy nagyon jó helyezésnek gondolom. Itt akár a Nemzeti Együttműködési Alapnak az összevont támogatásai, akár az úgynevezett egyszerűsített támogatásai, vagy a normatív támogatásait, ha nézzük, ez egy nagyon erős eredmény. És igen, évről évre több forrást tudunk adni a civil szervezetek részére. Kecskés Péter hozzátette, 2010 óta a kormány évről évre több forrást tud biztosítani a civilek számára. Ha csak KSH adatokat nézünk, és 2010-ig tekintünk vissza, akkor egy 144 milliárd forint, ami összességében természetesen minden benne van, sikerült 500 milliárd forint fölé növeszteni vagy nőni. Ezekből a forrásokból egyébként ugye a Nemzeti Együttműködési Alap tartozik hozzánk, 2020 óta van falusi civil alap, dedikált forrása kis településeken működő civil szervezetek számára, illetve 2021 óta van városi civil alap is. Falusi civil alap és városi civil alapnak az összesített forrás mennyisége Magyarországon az egy nagyon jelentős, 37 milliárd forint volt ebben az időszakban összesen, és ebben is, vagy ebből is Szabolcs-Szatmár-Berek megye nagyon aktív civil szervezetek részén jól vette ki a részét, és eléggé szépen részesült belőle. A vármegye civil szervezeteivel kapcsolatban bővebb információk a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei civil közösségi központ honlapján találhatók, ahol ingyenes online tanácsadás is igénybe vehető.